tömegekkel elfogadtattam, az emberekben egy mesterségesen felfokozott fenyegetettség érzését fejlesztette ki. A biztonság garanciáját kizárólag egy óriási méretű fegyverkezésben látta. Az a szemlélet, hogy a biztonságot csak szövetségi rendszernek mérhetetlen erő és eszközfölénnyel lehet szavatolni, arra kötelezte a Varsói Szerződés tagországait, hogy akár erejük teljesítése felett is részt vállaljanak az állandóan növekvő közös költségek. Európa békéjét a fegyverzetek mennyiségi növelésével új, nagy hatótávolságú, kapásmérő eszközök telepítésével vélték biztosított. Az új és természetesen mind félelmetesebb eszközök telepítésével megnövekedett az ellenfél fenyegetettség érzése is. Következményeként a fegyverkezés és fegyverkezése állandósult, senki nem akart lemaradni, mindkét fél a fölény megszerzésére törekedett. Ilyen körülmények között az ország vezetése is elfogadta, hogy a fegyverkezésre csak fegyverkezésre lehet válaszolni, és vállalta a reánk háború kötelezettségeket. Valójában azonban látni kell, hogy egy katonai tömb szolgálatában álltunk. Nem a mi országunk, hanem a koalíció volt fenyegetve. Ennek reális felismerését és az erről folytatandó nyílt őszinte tárgyalásokig a korábbi vezetés nem volt képes erre. A fenyegetettség volt hivatva alátámasztva a mindenkori ülés katonapolitikai értékelés is, amely azt a cél szolgálta, hogy bizonyítsa, a társadalom veszélyben van, elhárítására csak közös erőfeszítésére vagyunk képesek. A 60-as évek Európájában valójában kialakult néhány veszély és feszültség. Gondoljunk csak az 1961-es berlini válság, a 68-as lengyel és csehszlovák események már akkor jelezték a közel a kelet-közép-európa országainak belső nyugtalanságát. Akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a mindenoldalú függőség és a közös terület súlyos a tűrés határának. Az egyes országok keresték saját érdekeik érvényesítésének lehetőségét. A szocialista szövetség vezető állama ekkor még elképzelhetetlennek tartotta, hogy valamely tagország kiválásában a látszólagos egység gyengül. Minden eszközzel törekedett a minden rendben látszatának a fenntartására, bármely módon és eszközökkel. Újból előtérbe került a katonai szövetség további erősítésének a kérdése. A közösséghez való tartozás fontosságának hangsúlyozása tovább erősítette az együttes és értéktelen fegyverkedés kényszerét. Ilyen körülmények között került sor hazánkban is a rakétacsapatok létrehozására és folyamatos mennyiségi, minőségi növelésére. Szervezett beállításuk és tervezett alkalmazásuk alapjaiban változtatta meg a harctevékenységek elveit. A rakétacsapatok hadrendbeállítása a 60-as években természetesen a Varsói Szerződés által megszabott koalíciós feladatok, amely szükségletünket és anyagi lehetőségeinket jelentős mértékben meghaladta. A fegyvernem létrehozását a jelenlévő körül és többen aktív részese.
gyakorlati bázisokon átképzett tisztek beosztásaikat elfoglalva, továbbfejlesztették ismereteiket, amelyeket azután szervezett tanfolyamokon